magát a levelet nem értem. Lehet, hogy az... Magát a levelet ugye. Nem értem, de lehet, hogy... Lehet, hogy ördülékenyebb lesz. Parancs. Ezek szerint nem mindenki. Én néztem a... Ténylegesen a májájústól én is évelelet, hanem a felső a két mellékletet csak nem csatoltam hozzá. Ha esetleg valaki megkapta ezt a két mellékletet, akkor azt szeretném megkapni. Mert így viszont ez a feljelnek sem értem. Egy darab melléklet van, én most nem tudom, az egy kérdőben. Az oké, csak ahhoz, csak még, mondom, ahhoz kéne még két melléklet. Azt mondom, amit látod, tehát egy melléklet van, tehát egy csatorodat nem tudom. Hát nálam is. Senki nem kapta meg a felsorolt két mellékletet, jó? Voltam. Na, hát hogyha egy csatorba megy, akkor abban mindenki ugyan, amit kaptam. Ez az egyik, a másik meg én... Ezt a levelet kaptam, bocsánat. Most olvasom én is. Ezt a levelet kaptam, most látom. Annyi kérdésem lenne, hogy ezzel a három fejlesztési törvényi Budai témába sikerült volna merre elmozdulni a fejlesztés tekintetében? Budai témában? Igen. Mert az, hogy az adó, az egy dolog, az ugye törvényi előírásnak megfelelően. A Budai téma csak nem nagyon mutat tárgyalási szándékot a kormányzat irányában. Tudom, mire az valami. Én azt kérdezem, hogy lehet szeretni írásos beszámolást. Persze. Persze. Szeretném eltenni, hogy előbb kell olvasni, hogy nem csak szóval párak. Jó. Egyeztettem az egy évre, jatajon leszámmal. Dr. Bani Sándornak hiába, tizediként délelőtt 10 órakor lesz egy megbeszélésünk. Én elmondtam azon kritériumokat, amit szeretnénk feltekinteni. Tulajdonképpen három alapelv, ami 2000 óta alapelv, az a területátadással kapcsolatos 10%. Területigényünk, a tulajdonosi közművesítés kötelezettség, illetve az adó, az adóval kapcsolatos dolgok. Ez a három olyan sarkalatos pont van, amitől nem tudunk eltekinteni, és ezt tovább kell csináljuk, tovább ebbe az irányba megyünk. Ha van részükről kompromisszumos javaslat, tárgyalási szándék, további kérdés? Összefoglalóan csak annyit szeretnék jelezni a bizottság felé, hogy tudom, hogy ez egy nehéz feladat. Azt is tudom, hogy 1000 szálon függ a történet, 1000 oldalon. Ettől függetlenül egy picit intenzívebben és komolyabban kéne venni ezt a dolgot, mert egyrészt fejlesztési területekről van szó, másrészt meg adó szempontjából kemény vonzata ennek a dolgot. Én megpróbálok sok mindent megcsinálni, mindent nem tudok. Az, hogy érdemi tárgyalás, sem az a réten, sem a tétében, sem valamivel az elmúlt egy évben nem történt, az azért felvetett kicsit a bizottságnak a nem kellő hozzáállását. Én akarok, hogy a bizottság egy kicsit foglalkozhat komolyabban ebben a témában. A lazarét témájában ugye három tárgyalásról tudok, ami volt, gyakorlatilag mind a három ugyanarról szólt, az a Lazarét intéző bizottsága, ami előadta a Piroska és Farkas mesét. Érdemben pont sem történt semmi. Csak ők állnak szóba velünk. Nem hiszem, hogy csak ők állnak szóba. Nem tudom, hogy mentek ki meghívó. Bármelyik tulajdonosi csoport vagy képviselője rész.
részére, mondtam, egy picit én alakérem a bizottságot, hogy foglalkozom intenzívebben ezeket. Valami kérdés? Nyilván nincs, akkor tovább menünk. És akkor jön a tízesnek a pont. Az a 30-13-as helyben hiszen a félvágyáló kiszabályozása szükséges ingatlan és a játékásának megindítása. Ez is többek között a alapuló témája. A 30-13-as ingatlan, ugye erre vonatkozóan döntött a testület arról, amivel ellehetetlenült az annak határozatnak a végrehajtása. Ezért megpróbáltuk ezt az adat járni, hogy szüntessük meg, illetve nyilatkozzanak a tulajdonosok a kártérítési igényükről. Az igényre vonatkozó felhívás kiment az önkormányzat részéről, hogy mondjuk egy vagy két tulajdonos jelezte, hogy lemond a kártérítési igényéről. Az idő nem áll meg, nem várhatunk még egy évet, hogy valaki majd fog valamit nyilatkozni. Javaslatom szerint indítsuk meg a kisajátítási eljárást erre a területre vonatkozóan, akkor annak meg lesz határozva egy díja. A tulajdonosok még menet közben, sőt a kisajátítási eljárás folyamatában is nyilatkozhatnak arról, hogy nem tartanak igényt a kártérítésre. Ha nem érzik annak a súlyát, hogy mi komolyan akarunk valamit csinálni, akkor felkerül a polcra, beporosodik és egy gépnapban elővehetjük megint, és ugyanígy tartunk, mint ahol most. Erre vonatkozóan nekem az a kérdés, hogy nyitjuk el azt a kisajátítási eljárást erre a szakaszra vonatkozóan. Én csak annyi kiegészítést tennék, hogy a kormány hivatal ilyenkor mindig összehív egy egyeztető tárgyalást, illetve minden tulajdonos kiértesít levélben, és hogyha nem jelennek meg az egyeztető tárgyaláson, vagy nem reagálnak semmit írásban, az nem gátolja semmilyen módon a hivatalnak a lejegyzését, akkor letétbe helyezik az ő rájuk eső kártérítési résznek. Ez a legegyszerűbb és a legkönnyebben kivitelezhető és a leggyorsabb módja, mivel a végrehajtás is van az ingatlanon, annak, hogy az önkormányzat ki tudja szabályozni. Kérdés? Mondja, mert nincs, mondja a határozott javaslatunk, hogy az a kérdben egyet tud érteni, kérdő készfeltartása jön hozzá. Köszönöm egy hangul a Genafkatti testület. A következő napi rendi pontunk az az önkormányzati telkek értékesítése a Sugárlak parkban. Ez a 013-as terület, amire a felépítések már elkezdődtek, ott az önkormányzatnak van két darab ingatlana, illetve a ottani befektetőben még az előző ciklusban köttetett egy olyan megállapodás, hogy és erről született egy képviselőtestületi határozat is arra vonatkozóan, hogy megbízza a testület a befektetőt az ingatlan értékesítésével. Akkor született a határozat mellé egy minimális értékesített ár, de azóta eltelt egy jó pár év, két és három év, mindenféleképpen jó lenne erre vonatkozólag egy új értékesítést csináltatni erre a területre, hogy milyen áron és értékben tudna az önkormányzat ezt értékesíteni. És 2013-tól új szabályok vannak, tehát mindig a költségvetési rendelet rögzíti azt az értékhatárt, amely értékhatár fölött az ingatlanok értékesítését csak versenytárgyalás keretében hajtotta végre a kormányzat. Megkutattam ezt a témát, mert ugye nem csináltunk még ilyet. Van róla egy vagyonrendeletünk, és a vagyonrendeletet, a nemzeti vagyonról szóló törvényt, meg a 16 évi költségvetési országos törvényt kell egyszerre alkalmazni, illetve én még beleszőttem ebbe az állami vagyonról szóló, az állami vagyon értékesítéséről szóló kormányrendeletet, és azt vettem alapul, mert ő a legszigorúbb, tehát ha neki meg tudunk felelni, akkor az biztos, hogy így jó lesz, és az állami vagyonról szóló értékesítés feltételei szerint írtam meg a versenykiírást. Az értékesítésnek az elkészítése folyamatban van. De azt várjuk egyébként, hogy 20 millió plusz áfa fölött lesz
mert az előzőekben is már 22-23 millió forintra volt fölértékelve mind a két penek. Igaz, hogy ezeket érinti az M0, de nem hinném, hogy a mostani piaci helyzetben olyan súlyosan ledegradálná az árát, hogy ne haladnánk ezt meg. Bekapcsolom kérdés. Én azt szeretném kérdeni, hogy ez mikor lenne aktuális, vagy mennyire sürgősséggel van kitűzve ennek a esetleges haladása? Értékbecsülés. Megy a felhívás, az ajánlatot. Ha érkezik ajánlat, ha nem érkezik, akkor hosszabbítunk. Jó, akkor jól értettem, mert én azt szeretném jelezni, hogy én is foglalkozom szintén ingatlan területen, tehát feladással, és napi szinten vizsgálom az ingatlan piaci helyzetet. És azt tapasztalom, illetve a szakmai írásokat, elemzéseket is folyamatosan vizsgálok, és azt tapasztalom, hogy most szakmai magyarázatok szerint a kormány családtámogatási rendszere miatt, ami ugye magas támogatást ad új lakásépítéshez, ennek köszönhetően elindult egy meredek emelkedés, ami konkrétan abban nyilvánul meg, hogy teljesen nevesítsem a dolgot, hogy én nekem be van állítva egy hirdetésfigyelőm, ahol napi átlagosan egy-két, van hogy több is, de átlagosan egy-két értesítést kapok, hogy az adott telek, Pirisborosnyáról beszélek csak, ára fölfele változott. Tehát naponta emelkedik az ár. És ez úgy van prognosztizálva, hogy a tavasz folyamán ez még további megugrásnak fog indulni. Tehát szakértők azt mondják, hogy érdemes kicsit kivárni, mert tavasz közepére, végére jóval magasabb árakat lehet elérni a telkeiben. Úgyhogy ezért kérdem, hogy mennyire sürgős. Érdemes lenne megfontolni, hogy egy kicsit, nem sokat, de egy kicsit, egy pár hónapot kivárni, mert ez a tendencia elég egyértelműen érvényesül. Az a helyzet, hogy én nem vagyok beállítva ilyenre, de ezt érzékelem. Én javaslom a képviselő úrnak, hogy a faluban azokat a kétkedőket, akik folyamatosan kétkedtek a fejlesztésekkel kapcsolatban, próbálja meg meggyőzni, hogy amit ők mumusként hangosan éveken keresztül látok a faluban, az nem valós mumus, vegyük le róla a leflet. Igenis megindul az ingatlan piac, igenis értékesíteni kell, igenis ebben maximálisan egyetértek, ha minél tovább kivárunk, egy bizonyos ideig annál értékesebbé tudjuk tenni. Csak kérdés, hogy ha és amennyiben a befolyt összegből más olyan típusú ingatlant is meg tudunk fejleszteni, amiből aztán majd egy további kivárásba többszörös hasznot tudunk húzni, akkor lehet, hogy érdemesebb úgymond ma eladni, befektetni és pörgetni ezt a menetet, mint hogy kivárni. Ez számítás kérdése. Minden esetre azokat a hangokat, vagy azokat a gondolkodásokat kell egy kicsit megváltoztatni, amik itt elhangzottak az évek folyamán, hogy mi van akkor, ha nem. Mert ez tudható és várható volt, és aki egy picit a történelemkönyv lapjain olvas, az mindig látja és érzékeli, hogy gyakorlatilag van egy mélypont, és a mélypontban mindig van egy felmeni lehetőség, és amit mondtam tavaly is, meg évelején is, hogy beruházni a mélyponton kell. Sajnos nem tudtunk eljutni addig a pontig, hogy elindítsuk ezeket a beruházásokat. Még mindig egy felszálló ágba tudjuk elindítani ezeket a beruházásokat, és majd egy magas ágba fogunk tudni kaszálni, de ahhoz a felszálló ágba is, mint a tőzsdén, adni-venni kell, amikor ez a meglátás. Hát, tulajdonképpen erre vonatkozott a kérdésem, hogy mennyire sürgős, illetve hogy tulajdonképpen mi a szándék ezzel a beadással. Kell, hogy tovább tudjuk. Tehát, hogy mennyi, tehát igen, mennyi. A másik csak nem, egy... napra készen kell, de... Jó, és csak egy megjegyzést a szabad, hogy egyetlen alapvetően azt azért hozzátenném, hogy terület és terület közt különbségek vannak. Tehát ahogy látjuk, például a Napsugár lakóparkkal szemben ott van a Lazarét is, mégis egy más történet, és megint egy más történet a Malombűvő.
nyilván az általános tendencia érvényesül, de más is, más mértékben. És ebben pontosan most ez a ott építek a, akkor és amennyit, amennyit akarok, ez nekünk egy kicsit keresztbe tesz, szinte. De ez egy másik történet, ebben most nem megyünk. Jó, hát végül is itt most az előterjesztésben arról van szó, hogy egy értékbecslés és arra vonatkozóan akkor majd a jelentkezéseket várjuk. Ki az, aki ebben legyen? Hozzászólnék én is, ha megengedi, csak vártam, hogy fejezzék be. Tehát, ha netalán rám gondolta, amikor úgymond fenntartással gondoltam, hogy nem tudom, azt szerintem nem kell magyaráznom, hogy egy egészséges mértéktartás az mindig előbbre vívő volt a történelemre, mint mondjuk a lottozás. Valóban egy jó időszak van, tehát egyelőre úgy néz ki, és az óvatos, vagy óvatosságra intő szavazásaim, vagy véleményeim pont erről szóltak, hogy nem biztos, hogy ez a közösség olyan bátran szeretne kockáztatni, ahogy néha-néha tűnik. Már remélem, hogy csak tűnik, és nem többről van szó. Tehát maradjunk ennyiben. A másik egy kérdéshez kapcsolódóan, hogy ha nincs versenyeztetés, akkor egy eladás ott történik. A vagyonrendeletünk meghatározza, tehát 1 millió forint alatt van csak a polgármesternek átadott jogköre. 1 millió forint fölött, nem is tudom, hogy van, hogy meddig van a pénzügyi bizottság jogkörébe, és a fölött pedig minden a testületnek a jogkörébe van. Mindjárt megnézem az értékhatárt. Biztos, hogy lényegesen a telekárak alatt érzed. Persze. Tehát ha arra célhoz, ha nem tudom eladni a területet. Nem. Tehát én mindenképpen, tehát is van pár százezer forintos vásárlásnál is egy normális cégnél legalább két pályázót meghívnak, vagy legalább egy nyilvánosságot biztosítanak. De ez egy versenyeljárás. Hát azért kérdeztem, tehát hogyha nincs versenyeljárás, és az 25 millió fölött van, tehát ugye ez volt az előbbi kijelentés. Az lesz versenyeztetés, eljárás lesz. Bocsánat, akkor már én is ezt csatlakozik. Ez a versenyeztet is folyhat úgy is, hogy meghirdetjük a aktuális legforgalmasabb. Pont így fog folyni. Jó, akkor jó. De akkor magyarul eljutottunk oda. Jó, eljutottunk, hogy magyarul megfogalmazzuk. Oké, jó. Oké, akkor jó. Nézem a vagyonrendeletet, hogy mi a értékhatárra akarok botorságot mondani. Beszámolási kötelezettségem van. 1 millió forint fölött mindenképpen verseny van a rendeletünk szerint is. Nem fogom 1 millió alatt adni. Jó, tehát nem igen, ne vegye magára, ne haragudjon polgármester, remélem, hogy így értsük is. Csak már azokból a körökből sokan megvádoltak, azért mondom most, hogy nagy nyilvánosság előtt. Nem tudom, hogy ez viszont meg kötött. Igen. Tehát 5 millió forint fölött kötött, csak úgy lehet, hogy 1 millió forint fölött versenytárgyalásra. De a törvényi határoz meg 25 millió forint. De nekünk szigorúbb a saját rendeletünk. A határozatot ki tudja elfogadni, ki nem kezd feltartásra jelezze. Köszönöm, egy hangul a feltartást. Nem napi rendi pont, de szorosan ehhez kapcsolódó téma, hogy az előző ciklusban a képviselőtestület döntött arra vonatkozólag, hogy a napsugár lakópark valósítsa meg a szennyvízátmenetet. Ugye az mindenki előtt ismert már, hogy egyrészt pályázaton szeretnénk indulni, be is van adva a kérvényünk. Sikerült eljutnunk a tárgyalásokat addig a pontig, a Napsugár lakópark képviselőjével, hogy az a 12 millió forint, amit ők erre a célra szántak felhasználni, az
tudomása szerint február 12-ig vagy 19-ig az önkormányzatnak befizetése kerül, és nem mondanak arról a fejlesztési kérdésről, hogy csinálják. Erről is majd döntenünk kell, ha pénz átjött. Igen, most azon emlékezek, hogy lehet, hogy ezt határozatot vissza kéne vonni. Vagy visszavonjuk, hát hogy akkor egyelőre még mi ezt csak most azért mondom, hogy ez most még csak tájékoztató jellegen mondtam a testületnek, hogy van egy ilyen tárgyalás. És javasolhatnék egy kis szünetet akkor. Megyek a küldet, vagy haza is. Jó volt, megyek kisebb a hatalmat,